Köszöntök mindenkit szeretettel, újra itt vagyok. Nagyon-nagyon sokáig nem volt videó, és sajnálom, viszont az a jó hír, hogy nem kell azt hazudnom, amit szerintem sok videós tesz, hogy ó, az egész galaxis érdeklődött, hogy létem felül, több milliárd levelet kaptam. Egyet kaptam, viszont az nagyon-nagyon jó esett, és nagyon köszönöm, mert ez egy újabb lendületet adott abban, hogy folytassam. Sajnálom is, hogy akkor fogyott el a lendület, amikor már elkezdtétek nézni a videókat, de próbálok visszatérni, és ma egy nagyon-nagyon finom húsos ételt készítek. Hú, hogy ment ma elsőre! Egyébként tök szívesen elmondanám, hogy többek között miért nem volt időm videózni, mert tök jó dolgok történnek, de nem akarlak fárasztani benneteket a részletekkel. Az a lényeg, hogy itt van előttem 4 darab sertés, hús, comb, ezeket szépen kikroffolom. Ezzel el is készültem, úgyhogy most elkészítem a pácot. Egyébként meglepő lehet, hogy este veszem fel a videót, de holnap nappal folytatom, ugyanis a pácban egy éjszakát kell majd állni a húsnak, amit majd sütőben sütünk meg. Azt vettem észre egyébként, hogy nagyon sok ilyen pácolós recept azzal indít, hogy melegítsd elő a sütőt 200 fokra. Tök mindegy, hogy a húsnak utána 10-12 órát kell pácban állnia, te melegítsd elő a sütőt, mert a receptet úgy kell kezdeni. Hát mi nem úgy kezdjük, mielőtt pácolunk, és aztán melegítjük a sütőt. De először ehhez fogok 4 evőkanál olívóolajat, 1 teáskanál paprikát, és 1 teáskanál, úgynevezett kajun fűszerkeveréket, amiben az illata alapján a fűszer paprika dominál, de füstölt változatban, de van még benne fokhagymapor, hagymapor, sóbors, rengeteg jó dolog, és ez is belemegy még a pácba. Ha ez megvan, mehet bele 2 evőkanál méz, és igazából többek közt ezt teszi majd ezt az ételt annyira fantasztikussá. Úgyhogy ezt most fogom, és alaposan elkeverem. Miután megkevertem, teszek egy kicsit a pácból a tál aljára, és szépen mehet rá egy darab hús, arra teszek kicsit a pácból, majd a második szelet hús megy rá, és így szépen sorjában pácolok. Na, most aztán pácban vannak a húsok, mennek szépen éjszakára a hűtőbe, és holnap evéd előtt innen folytatjuk. És itt is vagyok, mert ahogy ez a főzőműsorokban lenni szokott, 10-12 óra egy pillanat alatt elmúlik, és ez történt most is. Úgyhogy addig elő is készítettem egy ilyen sütő tepsit, és van rajta rácsozat. Ezt a részét egyébként kihagyhatjuk, mert itt most csak az a fontos, hogy egy 5 percnél tovább ne süssük rajta a húsokat, de ez azért fontos, hogy kérget kapjanak, úgyhogy én ezt le is kenem most olívaolajjal. Ups, röpköd rendesen. És nincs más teendő, mint rápakolni a húsokat, és éppen csak kérget sütni rájuk. 180 fok, 5 perc, ennél többnek kell. Betettem, most 5 percet várok, és mint minden jó háziasszony, ezt az 5 percet is kihasználom arra, hogy mosogathassak. Na is telt az 5 perc, és szép finom kérget kapott a hús, úgyhogy most az a célom, hogy megszabadítsam őt a rácstól, és öntsek alá egy kis bort és húslevest, és ebben szépen lényegében meg fog főni a hús. Beleöntök 1,5 deci húsleves, de kit akarok átverni, nyilván kockaleves, mert az a legegyszerűbb. És most nincs itthon raktáron húsleves, minden esetre ráöntöm, mert ebből is nagyon-nagyon jó lesz. És mehet rá 50 ml fehérbor, ráadásul magyar, mert a Lidlben pont kelet-európai hetek vannak. Itt is van, és ezt most szépen beteszem a sütőbe addig, amíg meg nem sül.
míg a hús sül, én kis ilyen elfelejtettem, hogy hát ehhez köretet is kell csinálni, és most úgy gondoltam, hogy édes krumplit csinálok hozzá, mert szerintem ez nagyon-nagyon jól fog menni ehhez az édes ízvilághoz, ami a pác a húson, úgyhogy ezt gyorsan megcsinálom, bedobom a hús mellé, és lényegében már csak várni kell, hogy minden megsüljön. Közben kirohantam a kertbe egy kis rozmaringért, mert az édes krumpli, mint a sima krumpli, szerintem ugye a legjobb, hogyha van rajta egy kis rozmarin, úgyhogy szépen rászórom, és ahhoz, hogy az édes krumplink tökéletes legyen, a sima krumplival ellentétben ne használjunk olajat, csak így, ahogy van, tegyük be a sütőbe. Bent is van az édes krumpli, 10-15 perc múlva egy kicsit átforgatom, hogy minden oldalát érje a hő, és mire elkészül a hús, az édes krumpli is bőven készen lesz, és nincs más dolgom, mint tálalni. El is készült, a húsnak fél óránál nem kellett több, a krumplit is legfeljebb 35-40 percig sütöttem, úgyhogy nagyon-nagyon jól néz ki, belekóstoltam, nagyon-nagyon finom, és arra gondoltam, hogy egy kis megbefőttet adok hozzá, mert a csípős édeshez tökéletesen passzol, úgyhogy próbáljátok ki, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!